Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András. Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Rajna Ágnessel beszélgetek, az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetővel, kezi csókolom. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A világ legismertebb gyermekvédelmi szervezete. Ugye ez pipa, ez mindenkinek a fejében benne van. Az, hogy klímaválsággal foglalkoznak egy kampányon keresztül is, ugye a Klímahősök program, amit 22-ben indítottak, ez már nem mindenkinek lehet ilyen egyértelmű, nem? Igen, felmerül a kérdés, hogy mi közünk van nekünk a klímaváltozáshoz, mert hogy nem vagyunk egy zöld szervezet, és klímavédelmi szakembereink sincsenek, de 190 országban végzünk folyamatosan humanitárius munkát, és hát az utóbbi évek megmutatták, hogy a legtöbb esetben klímahatások következtében alakulnak ki a krízis helyzetek. Tehát itt a vagy túl sok a víz, vagy túl kevés a víz, a pusztító szárazság, az árvizek, tűzvész, a szélsőséges időjárás miatt nagyon sok család elveszíti az otthonát, ami azt jelenti, hogy ők folyamatosan úton vannak, hogy biztonságos élőhelyet keressenek maguknak, miközben hát azért éhínséggel, szomjúsággal, vízhiánnyal néznek szembe, és a vízhiány az több szempontból életveszélyes, mert hogy fertőtlenítésre sincsen lehetőségük, tehát a járványok is felbukkantak és sajnos pusztítanak. Úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy kimondjuk, hogy a klímaválság az egyben gyermekjogi válság is, hiszen ezeknek a gyermekeknek az alapvető jogaik nem biztosítottak sajnos. Ezt most ön levezette, és ez mindenki számára egyértelmű. De mit tudnak erről mondjuk a magyar gyerekek? Mert azt tudom, hogy megkérdezik a világ számos országában a gyerekeket, felnőtteket ezekről a kérdésekről is, és nyilván így a magyar gyerekekhez is eljutottak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire tájékozottak ők ebben a kérdésben, a kérdéscsoportban. Csináltunk egy kutatást pont ennek hatására 2022 nyarán a magyar gyerekek körében, amiben megkérdeztük őket, hogy mi a hozzáállásuk, mit gondolnak a klímaváltozásról, tesznek-e egyáltalán valamit ellene, és hát nagyon-nagyon aggasztó eredményeket kaptunk. Egyébként 13 és 25 évesek körében végeztük el ezt a reprezentatív felmérést, és a gyerekek 90%-a mondta azt itt Magyarországon, hogy kimondottan szorongást él meg a témával kapcsolatban, tehát befolyásolja a döntéseit, mert úgy érzik, hogy nem kapnak elegendő és hiteles információt, nem tudják pontosan, hogy mit kellene tenniük, és szoronganak amiatt, hogy a felnőtt koruk az tervezhető és élhető lesz-e. Sokszor én is látok a saját környezetemben olyan kisebb gyerekeket, akik ugyan már szelektíven gyűjtik a hulladékot, és ez nagyon örvendetes, de hogyha megkérdezzük tőlük, hogy és miért teszette ezt, akkor azt nem tudja megmondani. Viszont azt is meg kell, hogy említsem, hogy nagyon örültünk annak, hogy a gyerekek többsége elmondta, hogy akár saját áldozatok árán is azonnal hajlandó lenne tenni azért, hogy lelassítsa az éghajlatváltozás káros következményeit, csak nem pontosan tudják, hogy mit tegyenek, hiszen az iskolában nem tanulnak erről a témáról, úgyhogy ezért is indítottuk el a Klímahősök programot a felmérésre alapozva, mert hogy azt gondoltuk első körben, hogy hiteles tudást kell adnunk a magyar gyerekeknek. Tulajdonképpen beleálltak ebbe a kérdésbe, lehet azt mondani, és ahogy hallgatom, és hogy végig vezette ezt a gondolatmenetet, tehát egyrészt tudniuk kell, tehát információval kell rendelkezni. Aztán fel kell ébreszteni bennük a kíváncsiságot, meg értem azt, hogy sokkoló volt, hogy a 90%-a megkérdezetteknek szorongást él a témával kapcsolatban, szorongást él át, de hát ez a dolog még egy az egyben nem őket érinti, nem ők azok a 43 millió gyerek, ugye ezt az anyagában olvastam, akik az elmúlt 6 évben menekülni voltak kényszerűek azért, mert tűzvész, vihar, árvíz. Tehát a kérdés a magyar gyerek, hogyan és mikor hajlandó kilépni a komfortzónájából, és mekkora az a gyerek, aki már tesz is valamit, és tudja azt mondjuk, hogy miért gyűjti a szelektíven a hulladékot. A mi programunknak az is az egyik fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a klímaválság az nem a jövő válsága, hanem itt van most már a jelenben, viszont a jövőben az ő felnőtt korukat fogja a leginkább befolyásolni. Az UNICEF becslései szerint 2050-re már minden ember életét befolyásolni fogják
a káros hatások, és hogyha ezt tudatosítjuk a mai gyerekekben, és már most elkezdenek cselekedni, vagy egy kicsit más szemlélettel gondolkozni a jövőjükről, hogyha érzik azt, hogy van beleszólásuk abba, hogy mi fog történni, akkor a szorongásokat is azzal tudjuk oldani, ami viszont már most is jelen van, mert ezt a felmérésünkből tudjuk, hogyha megmutatjuk nekik, hogy hogyan tudnak cselekedni. Hogyan tudnak cselekedni, miből áll a mi klímahősök programunk, abból, hogy fölmehetnek a weboldalunkra, az unicef.hu/klímahősök oldalra, és ott gyereknyelven olvashatnak a klímaváltozás hátteréről. Több mint 20 kiemelkedő szakembert vontunk be egyébként a tudásanyagok kidolgozásába, és a Deloitte Magyarországgal szakmai együttműködésben készítettük el ezeket az anyagokat. Ez egy teljesen interaktív tudásanyag, e-learning leckék formájában is letölthető már. Itt kvízeket tölthetnek ki, kihívásokat vállalhatnak, összemérhetik a tudásaikat, és nagyon fontos, hogy szabadon kérdezhetnek tőlünk, mi pedig a kérdéseiket közvetítjük a szakemberek felé, és minden élő eseményünket, ami a másik pillére ennek a programnak, úgy tervezünk meg, hogy azokat a témákat veszük figyelembe, amik őket érdekli. Egyébként az UNICEF Magyarországnak fiatal nagyköveti programja is működik, és a fiatal nagköveteinket már a kezdetektől fogva bevontuk a klímahősök program megtervezésébe, mert hogy ők azok a fiatalok, akik értik azt, hogy a korosztályuk mivel foglalkozik, mik a legnagyobb dilemmák, mik a legnagyobb kérdések, úgyhogy az ő segítségüket kérjük minden évben ahhoz, hogy kialakítsuk a program tematikáját, és minden évben egy élő eseményt is szervezünk a fiataloknak, ahol személyesen is jelen lehetnek, kérdezhetnek, véleményt nyilváníthatnak. Idén a fenntarthatósági téma héten fogjuk megrendezni az interaktív klímakonferenciánkat, ami egyébként már most teltházas, mert hogy pedagógusok számára hirdettük meg a rendezvényt, és osztályok fognak érkezni, nagyon sok osztály vidékről is, ami számunkra nagy öröm. Mivel ez egy kisebb korosztály számára lett meghirdetve ez a program, ezért az alapoktól kezdjük el edukálni a gyerekeket, tehát egy lakást fogunk, egy stilizált lakást fogunk berendezni, ahol megmutatjuk nekik azt, hogy mi az, amit már holnaptól otthon bevezethetnek a házi praktikák közé, amivel nagyon sokat tesznek a bolygónk védelméért. Tehát ez a második pillére a mi programunknak, a Klímahősök programnak, az edukációs anyagok és az élő események, valamint fő célunk az is, hogy megnyissuk a párbeszédet a gyerekek és a döntéshozók között, tehát kiegészül ez mindazzal, hogy cégekhez, civil szervezetekhez és állami döntéshozókhoz visszük el gyerekek csoportjait, ahol személyesen leülhetnek egy asztalhoz, szabadon kérdezhetnek, kinyilváníthatják, kihangosíthatják azt is, hogy mitől félnek, mik a legnagyobb dilemmáik, és a szakemberek válaszolnak ezekre a kérdésekre. Hát nekem leginkább az volt szimpatikus, hogy fiatalok a szakemberek, akiket ebbe önök bevontak, nagy részt fiatalok. Nézegettem a kis videókat, azt, hogy valaki elmondja azt, hogy egy avokádó az mennyire fenntartható, én ha azt veszem le a polcról, és mondjuk nem egy almát, vagy hogy a gardróbja egy 14-16 éves lánynak, az mitől lesz fenntartható, és ezt olyan kedves, jó stílusban, fiatalos stílusban fiatal emberek mondják el a srácoknak, ez jó, mert ez a hitelességet növeli, akárcsak ez a fiatal nagykövetek program. Persze, és ez annak köszönhető, hogy a fiatal nagyköveteink találták ki azt, hogy melyek azok a témák, amik a legjobban érdeklik a gyerekeket, és egyébként több mint 50 videót töltöttünk fel szakemberektől erre az oldalra, amiben, mert hogy ezért egy videóanyagot a mai fiatalság könnyebben megnéz, mint hogyha olvasnia kellene, de természetesen vannak írott edukációs anyagaink is. Tehát ezek pont olyan témák, amik őket érdeklik, és amik a mindennapjaikban jelen vannak. Egyébként hosszú távon az a célunk, hogy ezek a tudásanyagok bekerüljenek az iskolákba is. Tehát, hogyha mondjuk valaki most nem tud a fenntarthatósági témahéten eljönni osztályszinten a rendezvényünkre, akkor csak hogyha ezeket a tudásanyagokat megosztja a diákjaival, egy pedagógus, akkor már is ad egy olyan tematikát, ad egy olyan keretet egy ilyen fenntarthatósági témanapnak, amit akár iskolán belül is elvégezhetnek, megtanulhatnak, megismerhetnek. Azért ez érdekes, mert most nincsen általános iskolás vagy gimnazista korú gyermekem, sajnos, de azt
azt azért már nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a klíma problémával, a válsággal már ne foglalkozzon mondjuk egy gimnáziumi tankönyv. De ha így van, az valami tragédia. Ha ezt önök így gondolják és így látják, ezt nem tudom, hogy monitorozták-e, ez valaminek már kell lennie az alaptantervben, mert ha nem, akkor az tényleg nagy baj. Én nem tudom, hogy mennyire érinti például a természettudomány tantárgy, ugye a témát, biztos, hogy szóba kerül, de külön ilyen, tehát hogyha valaki egy gyereket, egy fiatalt a klímavédelem érdekel, akkor az csak saját önerőből tudja a tudásanyagot úgy beszerezni, hogy az hiteles legyen és elegendő a számára. Úgyhogy ezért is van az, hogy az UNICEF Magyarország szeretné, hogyha ez a tudásanyag bekerülhetne, akár csak fakultatív módon, de kiegészíteni az alap tanterv részévé válhatna kiegészítő tananyagként. Igen, hát volt már ilyen a világtörténelemben, mert a pénzügyek is így indult, meg a pénziránytű alapítvány, annak idején elkezdte ezt mondani, súlykolta, és aztán most már nagyon sok iskola igényelheti ezt a bővítést, ezt a fajta tananyag bővítést, és nagyon sok iskola ezt meg is teszi. Tehát az nyilván akkor ennek itt szabad teret kell engedni. Még egyet segítsen nekem, mert ez pedagógusok meg szülők nélkül azért nehezen megy, mert a gyerek önmagában az UNICEF oldalára nem feltétlenül talál oda. Persze azt mondjuk, ki a gyerek, hány éves, azt is egy érdekes kérdés, meg mikor kezd az egész edukációt elkezdeni. Ebben hogy találnak szövetségeseket, akár az iskoláknál, pedagógusoknál, akár a szülőknél? Idén kezdtünk el egy külön munkacsoporttal az iskolai eléréseken dolgozni, tehát több mint 2000 pedagógus sikerült elérnünk személyesen, tehát telefonos úton is, nem csak e-mailben, és tájékoztatnunk őket arról, hogy ez a program megnyílt, és csatlakozzanak, és vigyék hírét a diákjaik között, és a pedagógusok rendkívül nyitottak. Mondom, azért őt is van ez a teltház már most az idei rendezvényünkre, mert hogy nagyon sokan bejelentkeztek már a kezdő időpontkor, amikor meghirdettük az eseményt, úgyhogy őket személyesen próbáljuk elérni. Egyébként pedig sok külsős rendezvényen is részt veszünk a programmal. Most is a Kamasz Fesztiválon is be fogunk mutatkozni, tavaly a Zsolnai Fényfesztiválon is kint voltunk, hogy megmutassuk azt a szülőknek is, és bárkinek, aki látogatja ezeket a kulturális eseményeket, hogy van lehetőség, hogyha a gyerek még magától nem is érdeklődik, akkor érdemes buzdítani a gyerekeket arra, hogy tanuljanak a témáról, fontos a téma, és hogy a szorongásnak az enyhítésére a legjobb mód az, hogyha elkezdenek cselekedni, és mi segítünk ebben. Egyébként ugye ön az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetője. A többi tagországban hasonló programok indulnak-e? Mert csak azt akartam mondani, hogy ez a 9,5 millió magyar hiába áll élére ennek, vagy állna ennek a mozgalomnak, az még önmagában a globuson nagyon kevés. Ez a többi tagországban is hasonlóképpen működik? Igen, természetesen az UNICEF nemzetközi szervezetnek fő prioritása most több más téma mellett a klímaprogram. Élő esemény szervezésében mi egyébként úttörők vagyunk itt Magyarországon, mert hogy a gyerekek bevonása az nagyon nehéz, de természetesen mi egyeztetünk, különböző munkacsoportok jöttek létre, és a nemzetközi szervezet is ezt fő prioritásként kezeli ezt a témát. Ugye azt kell tudni, hogy a magyar program mi nem kapunk nemzetközi támogatást, finanszírozást, tehát mi ezt csak vállalati együttműködéseken keresztül, vállalati támogatásokból tudjuk finanszírozni, és 2022 óta már több komoly hazai és nemzetközi piacon is elismert cég mellénk állt, de várjuk még további vállalatok jelentkezését is, akik ugye a fenntarthatósággal már most foglalkoznak, és már most meg tudják mutatni a gyerekeknek azt, hogy mit lehet tenni, akár céges szinten, akár állami szinten. Egyébként azt még szeretném megemlíteni, hogy állami és akár nemzetközi szinten is döntést hozó szakemberekkel is sikerült egy asztalhoz leültetnünk a gyerekeket, és nagyon, nagyon nyitottak voltak, és kérdeztek tőlük. Minden évben a program mellé áll Jürge Forzesz Dián, a klímakutató, akit nemrég választottak meg az éghajlatváltozási kormányközi testület, az úgymond IPCC egyik alelnökévé, tehát ő egy nemzetközi szinten elismert, kiemelkedő klíma szakember. Például volt olyan játékunk is, ahol dr. Botos Barbara, aki Magyarország klímaügyekért és klímadiplomáciájáért felelős utazó nagykövete, egy klímacsúcs találkozó drámajátékot, ilyen szimulációs játékot hozott a gyerekeknek, ahol ők szereteket
kaphattak, különböző országokat képviselhettek, és megtanulhatták azt, hogy igen, néha ütköznek az érdekek, de mégis egy ilyen klímacsúcson hogyan mennek a tárgyalások, mik a célok, mik a közös célok, amik mentén haladnunk kell. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a párbeszédet több szinten létrehozni, mert hogy az a lényege a programnak, hogy a gyerekek érezzék azt, hogy mivel az ő jövőjük forog kockán, mi már nagyon öregek leszünk 2050-ben, de ők éppen a felnőtt koruk közepén lesznek, akik gyerekeket fognak nevelni, hogy az ő hozzáállásukon látszódjon az, hogy elindul a folyamat, van hatása annak, amit gondolnak, befolyásuk is van, és majd ők ezt adják át a saját gyerekeiknek. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, www.unicef.hu klímahősök oldal, itt lehet tájékozódni, és a programokon is részt venni majd a jövőben. Nagyon szépen köszönöm. Az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetője Rajna Ágnes volt a vendégem. Kezicsókolom, Ágnes, köszönöm. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.monitor.hu